Azon gondolkoztam, hogy az életem, eddig életem nagyobb részében én nem ismertem azt a kérdést, vagy azt a problémát, ha ez probléma, hogy zsidó vagy nem zsidó valaki. Mert 28 éves koromig, amíg nem költöztünk Budapestre, nem is hallottam ezt a kérdést. Hát persze tanultam a zsidó kérdésről, de ez teljesen más. De hogy felvetődjön valakivel kapcsolatban, vagy valaki így odasugjon, hogy tudod, ő zsidó, tehát ezt én életemben nem hallottam egész addig, hiszen én Szigetváron születtem, egy 10000-es kisvárosban, aztán elköltöztem Kaposvárra, ami nem sokkal nagyobb, és végül Pécsre, ami egy kicsivel, de ezeken a helyeken, akár városi tévében, akár nagyobb körzeti tévében, a munkahelyeimen én nem találkoztam ezzel a problémával. És akkor feljöttünk Pestre, itt sem a munkahelyemen hallottam ezt, hanem jártomban, keltemben, különböző szituációkban úgy megüti a fülemet, hogy biztos azért kapta meg azt a munkát, mert zsidó, és nem értem, hogy mi történik. És akkor kezdtem el érzékelni, hogy itt valami van, de akkor se tulajdonítottam nagyobb jelentőséget. Biztos ez csak egy ilyen budapesti probléma, vagy belvárosi probléma, nem tudom. És aztán valamikor néhány évvel ezelőtt azt mondta valaki, hogy tudom-e, hogy felkerültem egy listára. Ez megint furcsa volt, mert a listákról sem nagyon hallottam, vagy legalábbis a világháborús történetek óta nem nagyon hallottam listákról. És beütöttem a Google-be a nevemet, ahol több felvetés van, az egyik Erős Antónia frizurái, Erős Antónia férje. Hát ezek nyilván a bulvár témák, nagyon viccesek, jópofák, és akkor jött a harmadik sor, egy Erős Antónia zsidó. És nem tudtam, hogy nevessek, vagy nem is tudom, minek kellett volna lennem. Ez nevetésre késztet, vagy szomorúságra, vagy egyszerűen csak elgondolkodtad, hogy miért kerülök én föl bármilyen listára? Nem is az, hogy zsidó vagy nem zsidó, csak egyáltalán miért kerülök én listákra? De aztán ezzel sem foglalkoztam sokkal hosszabban, mert azt gondolom, hogy ez az egész nem ér ennyit, vagy nem érdemel ennyit, mert számomra nincs ilyen kérdés az életemben.